Sziasztok, heti kutyások! Ebben a videóban elmesélem, hogy milyen fajta kutya Sherlock, és hogy tudtuk örökbefogadni azt a kutyát, akivel azóta is jó hatással vagyunk egymásra. Ha a számodra megfelelő kutyát keresed, akkor javaslom, ne úgy menj egy állatotthonba vagy egy tenyésztőhöz, hogy van-e husky, vagy van-e fekete kutya barna foltokkal. Összeállítottam neked egy letölthető kérdéssort is, amin, hogyha végigmész, akkor nagyobb eséllyel fogod megtalálni a számodra ideális kutyát. És az is lehet, hogy éppen nem lesz ilyen az állatotthonban vagy a tenyésztőnél, de szerintem érdemes várni rá, hogy utána 10-15 jó évet tölthessetek együtt. Én Fata László vagyok, Sherlock és a Heti Kutya csatorna gazdája, és minden héten csütörtökön jövök egy új kutyás videóval. Hogyha nem akarsz lemaradni ezekről a tippekről, trükkökről, fajta bemutatókról, akkor javaslom, iratkozz fel a csatornámra. Nálunk ez a kutyás dolog úgy kezdődött, hogy évekig nézegettem az internetet, hogy vajon melyik fajta kutya lesz megfelelő számunkra. Kitöltöttem egy csomó ilyen fajta választó tesztet, amin aztán legtöbbször olyan fajták jöttek ki, ami nem is tetszett nekem. Tényleg, neked mi a kedvenc fajtád? Léci, írd meg itt a kommentben, hát ha itt a Heti Kutya idei műsorában tudok majd egy fajta bemutatót készíteni róla. Na ez a hosszas tervezgetés meg tesztkitöltés arra azért jó volt, hogy tudtam, hogy milyen kérdésekre kell, hogy választ adjak, amikor majd kutyát választunk magunk mellé. Aztán egyszer csak megszületett a döntés, jöhet a kutya. Akkor már volt egy törpenyúlunk, és amikor a törpenyúllal mentünk az állatorvoshoz, megkérdeztük az állatorvos, hogy szerinte milyen fajta kutya illene hozzánk. Ő azt mondta, hogy javasolja az örökbefogadást. Majd összekötött egy hölgyel, aki több állatvédő szervezettel tartotta a kapcsolatot. Máig is hálás vagyok ezért a kapcsolat felvételért, azt gondolom, hogy ha nem a megfelelő kutyát találjuk, ez a Heti Kutya csatorna se létezne. Az első alkalommal én már egy részletes e-maillel kerestem meg a kapcsolattartónkat. Hol lakunk majd a kutyával? Városban, falun, erdő szélén? Milyen az a lakás, ahova a kutya érkezik? Egy lakás egy emeletes házban? Családi ház, ikerház vagy sorház? Erdészház az erdő szélén? Van-e kert? A tervek szerint hol fog élni a kutya? Kint vagy bent? Bejárhat majd, vagy állandóan kint lesz? Vagy állandóan bent lesz, de néha kimehet a kertbe? Persze azóta változott, hogy hogy is élünk együtt a kutyánkkal, az akkori terveinket én megírtam. Kikből áll a család? Egyedülálló személyhez kerül ez a kutya? Idősebb, aktívabb, fiatalabb? Párhoz, vagy éppen egy családhoz? Mekkora ez a család? Vannak itt kisgyerekek? Esetleg több kisgyermek is van? Ezeknél a pontoknál, meg talán a többinél is érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz 10-15 év múlva, hiszen hogy a fiatal kutya kerül hozzád, akkor az 10-15 évig veled marad, tehát ezek a feltételek lehet, hogy változnak majd közben. Egy családnak például születhet gyermeke, vagy idősebbeknek például unokája, akik oda fognak járni a kutya környezetébe. Van-e a családnak kutyás tapasztalata, vagy éppen első kutyaként érkezik hozzájuk ez az új jövevény? Vannak-e másik állatok? Kutya, macska, tyúk, nyuszi, kecske a családban, vagy a kertben, ahol a kutya élni fog? Mi a célunk a kutyával? Társ lesz? Sportolni akarunk? Versenyezni akarunk vele? Vadászat, házőrzés, vagy éppen személyek védelme? Hogyan viszonyuljon a kutyánk idegenekhez? Őrizze a házat, vagy éppen, hogy sok vendég jár hozzánk, fogadja őket örömmel? Örökbefogadásnál esetleg a preferált nem, életkor, kutya mérete, szőrzetgondozási igény, mindenre érdemes gondolnunk. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk, hogy mi ez a mozgásmennyiség, amit a család majd biztosítani tud a kutyának. Elmegyünk vele egyszer sétálni? Mennyit? 20 percet? 1 órát? Vagy folyamatosan járunk mondjuk agility edzésre, vagy folyamatosan tanulunk trükköket a kutyánkkal. Ezt mind gondoljuk végig, és hozzuk majd annak a tudomására, aki segít nekünk a kutyát választani. A korábbi tapasztalataimból tenyésztőkkel, trénerekkel egyeztetve összeállítottam egy 16 pontos listát, ami nyilván nem teljes, lehetne ez több kérdés is, de lehetne kevesebb. De azt gondolom, hogyha ezeken végigmész, megválaszolod magadnak, akár a lapon beixeled, és majd ezt a lapot megmutatod egy tenyésztőnek, vagy megmutatod egy állatotthon munkatársának,
akkor ő sokat fog neked tudni segíteni az új kutya kiválasztásában. Arra ne számíts, hogyha megválaszolod ezeket a kérdéseket, akkor kijön, hogy milyen fajta illik hozzád. De a válaszok alapján egy tenyésztő nagyon jól be fogja tudni lőni, hogy az ő által tenyésztett fajta egyik-másik egyede alkalmas-e lesz-e a veled való együttlétre, vagy éppen más fajtában érdemes gondolkodnod. Én sok szempontot elmeséltem most ebben a videóban, de nem muszáj ebből a videóból kijegyzetelned. Összeállítottam letölthető formában ezeket a kérdéseket. Hogyha érdekes számodra, akkor a letöltési linket betettem ide a videó alá. És akkor folytassuk saját történetünket. Én a rák vonatkozó válaszokat elküldtem a kapcsolattartónknak, aki hamarosan küldött két kutyáról fotókat. Lili és Zeus egyáltalán nem hasonlított egymásra. Viszont minden szempontból mindkét kutya a mi életünkhöz volt idézőjelbe tervezve. Aztán néhány nap múlva mentem is ismerkedni Zeusszal, akiről kiderült, hogy egy elég különleges módon került az ideiglenes befogadójához. Az ideiglenes befogadó egy új házba költözött, a 20 kutyájával. Elfoglalták a helyet, beköltöztek az épületbe, majd két nap múlva elkezdte körbejárni a kertben lévő melléképületeket. Nem fogjátok elhinni, az előző lakó a kerti WC-ben hagyta bezárva Zeust, aki két napig teljes csöndben várta, hogy valaki rátaláljon. Szerencsére jó kezekbe került, és aztán az ivartanítás után költözött is hozzánk. Zeus már Sherlock néven szerepel a heti kutya videókban, és kérdeztétek néhányan, hogy milyen fajta, hát azt kell, hogy mondjam, egy elég összetett keverék, aki némi kihívásokat is tartogatott számunkra, hiszen első kutyaként került hozzánk, de azt gondolom, hogy ezek nélkül, a kihívások nélkül nem lenne most ez a heti kutya csatorna. Ha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy egy terrier keverék, hogyha megpróbáljuk erdő közelébe vinni, akkor az is hamar kiderül, hogy rendkívül nagy vadászösztönnel megáldott kutyáról van szó. És így, ahogy együtt élünk vele, nem zárható ki, hogy valami agárvér is csörgedezik benne. Ez abból is látszik például, hogy villámgyorsan tud futni. Később Sherlock ideiglenes befogadója mesélte, hogy sokkal könnyebb volt nekünk kutyát választani úgy, hogy azt meséltük el, hogy hogy fogunk majd együtt élni, mint hogyha azt mondom, hogy hol legyen ennek a kutyának egy fekete foltja, vagy hasonlítson mondjuk egy német juhászra. Ha azt gondolod, hasznos lehet számodra ez a kutyaválasztós kérdéssor, akkor ne felejtsd el letölteni, itt a videó leírásában találsz hozzá egy linket. Ha pedig van még időd, akkor folytathatod például ezekkel a fajta bemutatókkal, hogy könnyebb legyen majd számodra a választás.